tekintve, hogy a nyári és nyárvégi munkáknak hát már vége, pityóka, hagyma, alma, tök mind a pincébe került, és hát a szőlő is már folyékony formában van, így ezt a sok munkát egy szüreti mulatsággal kívánjuk lezárni. Immáron negyedik alkalommal rendezett szüreti felvonulást Majoson a Székely Hagyományőrző Egyesület. Pap Domokos, a közösség elnöke elmondta, fő céljuk az, hogy megismertessék és megszerettessék a székely hagyományokat. Most az idén a futballpályán lesz a rendezvény, ott lesz egy köszöntő és egy ilyen egy órás körülbelül kulturális műsornak nevezett. Nyilván a hagyományokhoz hűen néptánc, dalok, népzene, mesemondás, ilyesmi. Ez körülbelül egy órás program. Utána lesz egy vacsora, vendégül látjuk a népet vacsorával, galuskát főzünk, mind ez hagyománynál, vagy aki úgy ismeri töltött káposztát, a székelyek galuskának hívják. Aki lemaradt róla, bánhatja, aki viszont ott volt a majosi szüreti felvonuláson, az egész nap remekül érezhette magát, ráadásul megízlelhette, milyen is a messze földön híres töltött káposzta. Idén a nagyszámú érdeklődésre való tekintettel közel 400 adag készült belőle, ám ez az étel is tipikusan azon étkek közé tartozik, amelyből nem lehet eleget készíteni. A hagyományőrző program sok embert vonzott a településre. Hőgyészről jövök, hőgyészi vagyok, és én szeretem, mert mindig zenéltem én is fiatal koromban, és kíváncsi voltam, hogy Majoson hogy zajlik ez az esemény. És nagyon tetszik. A kulturális műsor keretében hagyományosan néptánccal és dalcsokorral vonultak fel a hét állomásos helyszíneken, ahol a helyiek a szokásoknak megfelelően finom falatokkal várták őket. A Bonyhádi Székelykör körrel jöttünk ide, és az az igazság, hogy én most nem olyan rég csatlakoztam hozzájuk. A Bonyhádi Székelykör, annyit kell tudni, hogy ők egy olyan másfél éve átalakultak, és egy teljesen új, egy kicsikét modernebb változatot vettek fel. A hagyományoktól kicsikét eltérően néptáncot is bevezettek. Mindig jó itt tehát jókedv van, tánc van, mulatság van, és ez engem mindig is vonzott. Nagyon közel áll hozzám a néphagyományápolás, és itt mindent egybevetve megtalálhatunk a székely körben. Az esemény hagyományosan szüreti bállal zárult, közel 300 ember részvételével.